60 éve felleg a magyarországi tanárképzésnek Nyíregyháza. Korábban főiskolaként, most egyetemi központként képzi a jövő pedagógusait az intézmény. Szeptembertől jelentősen átalakult a rendszer annak érdekében, hogy minél hamarabb teljes képet kapjanak a hallgatók a tanári pályáról, mondta a 35 perc című műsorunkban a központ főigazgatója. Na most erről az új szisztémáról azt kell tudnunk, hogy ez egységes keretbe foglalja a tanárképzést, vagyis megszűnik az általános és középiskolai tanárok képzése. Tehát az, amit ön is említett, hogy korábban milyen ö, volt főiskolai és egyetem, stb., tehát ugye ez a diverzifikáció a felsőoktatási intézmények között már nincsen és az általános és középiskolai tanárképzés is ö, tulajdonképpen egységessé válik. Ez az egyik fontos szempont, amit tudnunk kell. A másik szempont pont abból kiindulva, hogy a gyakorlatnak és az elméletnek a nagyon mély szakadékát át tudjuk hidalni, ehhez egy nagyon erős gyakorlatorientáció kíséri végig a képzés, 10 fél évét, mert ez az egységes tanárképzés azt jelenti, hogy öt éves időtartamúvá vált maga a képzés. A gyakorlatorientáció magával hozza azt, hogy már az első fél évtől kezdődően gyakorlati helyen vannak a hallgatóink, és egy olyan ö, tárgy került megnevesítésre, amelynek az az elnevezése, hogy pálya ismereti, pályaszocializációs gyakorlat. A főigazgató arról is beszélt, hogy jelenleg a kötelező érettségi tantárgyak a legnépszerűbbek, de egyre többen választják a testnevelés és a vizuális kultúra szakterületeket is. Mostanában azért, ahogyan ezt valamennyien tudjuk, az érettségi Tárgyak, azok előtérbe kerülnek a tanárszakok választásánál is. Tehát ilyen szempontból a magyar és a történelem, de nagy örömünkre szolgál ettől a tanévtől, hogy elég sokan jelentkeztek földrajszakra, és hát nyilvánvalóan az idegen nyelvek közül az angol, és ami azért egészen jól tartja magát évek óta ez a testnevelésszak, és ami még érdekes, és tényleg ez is egy fontos szempont, a vizuális kultúra, tehát ez, ami korábban a rajszakot jelentette. Tehát ezek tűnnek a legnépszerűbbeknek, mind nappali, mind levelező képzésben. Az évtizedekkel ezelőtti állapothoz képest manapság már egyre több férfi is választ tanári pályát. A következő képzések jövő szeptemberben indulnak el, amelyekre jövő tavasszal jelentkezhetnek az érdeklődők.